Ide Krisztiánt kérdezem a Miskolc rally céljába. Ismét sima győzelem volt. Hát ez csak úgy tűnik mindig, hogy sima győzelem volt, ez sose sima, tehát egy versenyt mindig végig kell csinálni, az utolsó kanyarig mindig be kell fordulni, az autónak végig ki kell, hogy bírja. Hát igen, az időeredmények azt mutatják, hogy elég sima volt, de hát azért ezért elég sokat kell dolgozni, elég sokat kell tréningezni, és nagyon képbe kell lenni, és azért a gyors részeken jól át kell nyomni a gázt, úgy gondolom. Milyen volt a versenyetek egyébként belülről, mennyire, milyen problémáitok voltak, voltak-e, csapat jól dolgozott? A csapat nagyon jól dolgozott, problémáink a versenyen konkrétan nem voltak, igazán csak apróságok, egy mit tudom, gyorsanként egy liter vizet megevett az autó, de hát ez nem veszem a problémák közé, ezt simán orvosolni tudtuk. A verseny előtt nagyon sok mindent ki kell cserélni, az autóba visszakerültek be a 10 éves fejlesztésű lengéscsillapítók, egy körülbelül 8 éves turbo, de nem akarok panaszkodni, mert nagyon jól működött, meg nagyon jól viselkedett. A szerviz még a verseny előtt mindent megoldott, talán a futómű miatt egy kis hátrányt szenvedtünk, főleg az első gyorsanyén annyira pattogott a hátulja, hogy az egyenesbe alig tudtam az úton tartani. De aztán azt is lepújítottuk, úgyhogy végül is átlendültünk a nehézségeken. Problémamentes verseny volt, azt gondolom. Köszönjük, gratulálunk!